Kötetlen beszélgetést szervezett Pakson a Momentum mozgalom helyi szervezete. A rendezvény vendége Donát Anna, Európa parlamenti képviselő, a párt alelnöke volt. A politikus azzal a céllal látogatott el a városba, hogy ismerkedjen a paksiakkal és problémáikkal, valamint válaszolhasson kérdéseikre. Donát Anna szerint a helyi csoportok szerepe a közösség szervezés. Az elsődleges célunk az az, hogy helyben közösséget szervezünk, ahol őszintén lehet vitázni, kritikusan gondolkodni, bármit megkérdőjelezni és bármit visszajelezni, és ez legyen szó a hétköznapokat érintő problémáktól egészen a magas politikai kérdésekig. Donát Anna kiemelte, hogy a fenntartható fejlődés és a klímavédelem része, hogy nyitunk az új energiahordozók felé. Hangsúlyozta, hogy ma az atomenergia a legolcsóbb és a leghatékonyabb energiaforrás, mindezek ellenére nem támogatja a Paks 2-es beruházást. Alapvetően én ellenzem a bővítést, méghozzá pontosan azért, ahogyan ez az egész történet megvalósult. Szerintem elképesztően felelőtlen döntés volt 60 évre elkötelezni az országot valami mellett, illetve kiárusítani az országot az orosz befolyásnak. A képviselő hozzátette, hogy fontos a hulladék elhelyezés kérdése is. Véleménye szerint a paksi bővítés legfeljebb rövid vagy középtávú megoldás lehet. Hangsúlyozta, a Momentum fő feladatának tekinti, hogy képviseljék a jövő nemzedékét.